Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Egy újabb hét, ismét itt vagyok, hozom önöknek a remek programokat, bízom benne, hogy ez a hosszú hétvége kellemesen feltöltően telt. Természetesen nem áll meg az élet, ez alkalommal is rendkívül jó programokban lehet részünk országszerte. Engedjék meg, hogy először terézvárosi programokat ajánljak figyelmükbe. Balatoni üdülési lehetőség terézvárosiaknak. Terézváros önkormányzata kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít elsősorban rászoruló családoknak, 62 éven felülieknek, valamint 62 év alatti egészségi problémával küzdő nyugdíjasoknak. A Balaton partjához közeli háromszintes épületben 11 szoba áll a pihennivágyók rendelkezésére. Az üdülő kertjében kültéri medence, bent wellness részleg van dzsakudzival és szaunával. A komplexum 7 napos turnusokban egészen november elejéig várja a terézvárosiakat. A részletes feltételeket tartalmazó pályázati kiírás megtalálható a www.terezvaros.hu weboldalon. Egészségnap Terézvárosban. Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ismét egészségnapot szervez. Ez alkalommal a fülorgégészeti betegségek szűrése kerül a fókuszba. Emellett lehetőség lesz szív- és érrendszeri szűrésekre, vércukor, vérkoleszterin, vérnyomás, véroxigén telítettség mérésre, valamint egy csatornás EKG vizsgálatra. Ahogy mindig, most is lesz lehetőség egy frissítő, gyógyító masszázsra is. A szűrésen résztvevők írásos kiértékelést kapnak. Az egészségnap június 12-én szerdán dél és este 6 óra között lesz. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az előjegyzést június 3-a és 11-e között tudják megtenni. Munkanapokon 8 és este 8 óra között a 0630 260 67 32-es telefonszámon. A prevenció, a megelőzés kiemelten fontos szerepet játszik az egészség megőrzésben. Éljenek ezzel a lehetőséggel. Nyári ária és dalest a Bencz Úrházban. Az igényes zene rajongóinak egy tökéletes programot kínál a Bencz Úrház ezen a héten. Az esti koncerten Ádám Eszter és Lengyel Andrea különleges csokorba szednek igazi klasszikusokat. A programon elhangzanak többek között Dvorák, Kodály, Strauss, Puccini és Gershwin szerzemények is. A program házigazdája Asbóth József. Nívós zenei utazásra hív mindenkit a Bencz Úrház június 13-án csütörtökön, este 7 órakor. Spirituális koncert a Magnetházban. Mielőtt a nyári fesztiválokra leköltözne a Julia Chance zenekar, ad még egy különleges mantra koncertet, amelyen vendégük ezúttal Barát István Zsolt, őstudáskutató, énekes, zenész, dalszerző, költő, író, publicista. Ő az ősi energiák mozgatójaként, csodálatos hangjával és jelenségével mindenkit magával ragad. A Julia Chance zenekar üde színfoltja a hazai spirituális világnak, egyedi, különleges hangzásvilággal, amelyben Gyulai Juli bársonyos hangjával, Várnai Ákos parád és ritmusaival, Öllős Dávid dögös basszusával, Simon Gyuri játékos gitárdallamaival és Erdősi Bóta Bence ősi elemi ütemeivel varázsolja el a közönséget. Mindannyiukban közös a mantrák és a zene odaadó szeretete. Évek óta elkötelezett gyakorlói valamelyik meditációs, jóga, önismereti technikának. Így az általuk közösen teremtett térben könnyedén kapcsolódhatunk belső önmagunkhoz. Ugyan a zenekar frissen alakult, de tagjai már régóta a mantra zene világában tevékenykednek. A zene gyógyít. A mantrázás lecsendesíti az elmét, segít, hogy a szívbe megérkezzünk, önmagunkhoz találjunk, ahol az igazi béke és boldogság székel. Felemelő olyan emberekkel együtt lenni, akiknek a fejlődésre és kapcsolódásra irányuló szándéka és elköteleződése azonos. A közös zenélés és éneklés szoros, emelkedett kapcsolatot hoz létre az emberek között. Amikor mindezt összeadjuk, varázslat jön létre. A zene, a mantrák a közösségi éneklés varázsa. Egy elképesztő erejű módja egymás emelésének, jó energiák létrehozásának. Tapasztalja meg ön is a zene gyógyító erejét a Magnetházban június 14-én pénteken, este 7 órától. A program adományos jellegű. Erik Kessels több élete a Mai Manóházban. A holland művész, forma tervező kurátor Erik Kessels nevét érdemes a magyar közönségnek megjegyezni. A Mai Manóházban bemutatott Erik Kessels több élete című kiállítás 17 projekten és egy sok száz képet felvonultató és teljes tereket elfoglaló installáción keresztül vezet végig az alkotó fotográfiai életművén. A kiállítás különlegességét és annak fontosságát növeli, hogy Kessels három új művének
filmjének ősbemutatójára is sor kerül itt a mai Manóházban. Először és csak a tárlaton látható a művész egy új videómunkája. Továbbá a nagy közönség megismerheti két új fotókönyvét, a kifejezetten Budapesthez kötődő Budapest Beauties-t és a Hórusz Archívum közreműködésével összeállított legújabb kiadványát, az In Almost Every Picture című sorozatot. A különleges fotótárlat augusztus 18-áig nézhető meg, 2 vasárnapig, 12 és 19 óra között a mai Manóházban. Hunyadi téri koncertek. Egy nyári hétvége sem múlhat el a szombati Hunyadi téri koncertek nélkül. Most szombaton a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat programját élvezhetik, míg jövő hétvégén, június 22-én Grillusz Vilmos Kossuth Díaz zenész, előadó művész szórakoztatja majd a közönséget. A koncertek mindkét esetben reggel 10 órakor kezdődnek és ingyenesek. A programok alatt termelői piac és kézműves foglalkozás vár mindenkit. Két felejthetetlen hétvége itt a Hunyadi téren, ne hagyják ki önök sem. A programajánló végén vendégem a népszerű zenész Grillusz Vilmos lesz. Vegán Sunday Market. Az állati fehérjéktől mentes életet élőknek nem kell bemutatni a havonta megrendezett, jó hangulatú eseményt a Paula Jede utcában. Ez alkalommal a 27. Vegán Sunday Marketet szervezik meg, amely Magyarország egyetlen közösségi vegán piaca. A piac mellett főző workshopokkal, kerekasztal beszélgetésekkel és olyan közösségi terem megteremtésével készülnek a szervezők, amely túlmutat egy egyszerű vasárnapi piacoláson. Az egészség és környezettudatosság jegyében különleges program lesz június 16-án vasárnap reggel 10 órától. A belépés most is ingyenes. A fővárosi események közül kettőt szeretnék kiemelni, hiszen mind a kettő a jótékonyság jegyében zajlik. Nyárindító jótékonysági est Gödöllőn. A fogyatékkal élőkért nagyszabású jótékonysági estet szerveznek a Gödöllői Királyi Kastély Lovarda termében. Az esten több ismert ember is fellép, így színpadra áll Marcellina, Sasvári Sándor, Berki Artúr, Szőcs Renáta és Fábián Éva is, aki most nem a kicsiket szórakoztatja, hanem különleges retro összeállításával debütál. Az est bevételét teljes egészében a Patronus Ház fejlesztő és foglalkoztató központ létrehozására fordítják. Szeretettel várnak mindenkit, aki egy programmal segíteni is szeretne, június 13-án csütörtökön, este 7 órakor. UNICEF segélykoncert. Június 16-án, apák napján, 8 élvonalbeli magyar együttes és művész ad Monstre koncertet, a jegybevétel pedig teljes egészében az UNICEF Magyarország legnehezebb sorsú gyermekeket segítő munkáját támogatja. A fellépők mind a legismertebb számaikat hozzák el, hogy így hatalmas bulit csapjanak a nyár egyik legizgalmasabb zenei eseményén. A közönség amellett, hogy életre szóló élménnyel gazdagodhat, jó ügyet is támogathat jegyvásárlásával. A műsorvezető Istenes Bence lesz. A Budapest Park és az UNICEF Magyarország a már bejelentett előadók mellett további meglepetés vendégeket is tartogat erre a különleges estére. Akik biztosan ott lesznek tehát, a Punani Massif, Karamel, a Magna Cum Laude, a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana és a Parnograst. Szeretettel várnak tehát mindenkit a nyári jótékonysági nyitókoncertjére, június 16-án vasárnap délután 5 órától. Zárásként mit szólnának hozzá, hogyha egy gyönyörű vidéki helyszínre látogatnánk, ahol finomabbnál finomabb pálinkákat, kávékat, különlegességeket kóstolnánk? Kávé, bor és pálinka fesztivál Pakson. Idén is megrendezik a kávé, a bor és a pálinka ünnepét Pakson a Sárgödör téren. A kétnapos fesztiválon a koncertek mellett nagy hangsúlyt kap a gasztronómia. A borok szerelmeseit a borás sétánnyal, a pálinkák kedvelőit pálinka házakkal várják, no és természetesen a kávéterasz is helyet kap a rendezvényen. A két napon a tavalyi nagy siker után is megrendezik a Bazi Nagy Retro Partit, amelyre a rendezvény szombati napján kerül sor. Itt a 90-es és 2000-es évek legnagyobb magyar sztárjai lépnek majd színpadra. A pénteki napon egy helyi zenekarral kezdődik a rendezvény, aztán egy igazi szuperkoncerttel folytatódik. Az este lezárására a retro diszkó lesz. A pénteki nap sztár fellépője az Ergo, szombaton pedig a 90-es évek sztárjai közül Betty Love, az UFO, a Groove House, a TNT és a Desperado váltják majd egymást a színpadon. A programok mindkét napon 18 órakor kezdődnek. Paks idei első fesztiválja szeretettel várja önöket is, június 14-én és 15-én. Szeder bokornak, de szúr a szára, ezernyi tüske vigyáz reája.
édes, finom szederre, az arra járó nehogy leszedje, nehogy leszedje, nehogy leszedje. Így irigykedik a szederbokor, de hiába irigykedik. Hiába védi, hiába óvja, bemászom én a szederbokorba, ha tüske szúr is fogom a vedret, színültig gyűjtöm belé a szedret, szedem 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 a szedret. Az Emerton Prima Primissima és Kossuth Díjas Grillus Vilmost hallhatták. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek. Hát van egy Kaláka együttes, és van egy Grillus Vilmos. Ezek így szépen párhuzamosan hol összefornak, hol szét, de hogy működnek? Ennek van egy nagyon jól elhatározott rendszere. Amikor gyerekműsorokat tartok, akkor azt egyedül játszom. Persze mindig vannak kivételek természetesen, de ez a rendszer. És amikor pedig felnőtt koncertet tartunk, vagy külföldi útunk van, vagy lemezfelvétel, vagy olyan, amikor a Kaláka tényleg négy személyes, akkor pedig közösen játszunk. Tehát ezt a kettőt próbáljuk mindig összehangolni, és hát emellett vannak persze mindenféle kisebb vágányok is, amikor a Dani bátyámmal kettesben játszunk, vagy ez az amaz. De alapvetően így zajlik az életem ebben a két pólus között ingadozva. 1969, ekkor jött létre a Kaláka együttes, akkor te még gimnazista voltál. Én még gimnazista. Hogyan tud az működni, hogy 69-től 2019-ig ez a zenekar még működik, szeretik, rengeteg koncertetek van. Mi a titok? Hát nyilván szerencse is kell hozzá. De ennyi? Ez természetes. Nem, kell hozzá egy jó program. Úgy látszik, amikor ezt elkezdtük 69-ben, akkor ez egy olyan program volt, amit minden további nélkül lehet vállalni 50 év távlatából is. Verseket fogunk megzenésíteni és elénekelni, és főleg a magyar költészetből, de tulajdonképpen azért máshonnan is válogatva. És nem volt, nincsenek semmiféle zenei megkötése, vagy bármilyen más. Mindig azt a zenét próbáljuk megtalálni, ami szerintünk legalábbis a vershez legjobban passzol. És ez a négy személyesség, ez is ugye egy nagyon fontos, hogy dramaturgiailag nagyon jól használható négy ember, aki mind tud énekelni, és ezért aztán a verseket fel is lehet osztani, vagy lehet kórusban, vagy lehet hosszabb, rövidebb szólókat, tehát nagyon sok variációs lehetőség van, és mindezt az a szempont vezérli, hogy a verset hogy tudjuk a legjobban megmutatni, értelmezni a magunk értelmezése szerint, és továbbadni. Ehhez kell négy olyan ember, aki hosszú távon is elviseli egymást. Ezt akartam kérdezni, azért ennek van egy ilyen dinamikája, hogy akkor ki az, aki egy határozott. Ugye azzal kezdődik, hogy mind a négyen a jó, vagy ketten testvérek vagyunk, és mondjuk jó testvérek. Nem meg tudja az alapját. És mindenki, aki a Kalákánban játszik, vagy játszott, talán egy kivétellel, az mind a Roentvi Zsuzsanna úti énekzenetagozatú iskolába járt, annak idején még általános iskolába, és ott megkapta azt a zenei hátteret és zenei nevelést, ami hát nem egy felsőfokú zenei képzés, de minden esetre egy olyan zenei szemlélet, ami mindannyiunkban közös, és ez nagyon sokat segít nekünk. És akkor hogy alakult az ki, hogy Grillus Vilmos aztán így szólóban is, vagy párhuzamosan? Az úgy lett, hogy 10 évig játszottam én a Kalákával, és akkor 10 év után jött egy változás az életünkbe, akkor én külön váltunk egymástól, akkor jött Bece Gábor a Kalákában negyediknek, ugye én addig csellista voltam a Kalákában, én voltam a basszus, akkor még nem volt nagybőgő. Csellón én játszottam a basszust, és akkor jött Gábor, én pedig akkor próbálkoztam másféle dolgokkal, aminek végül is aztán az lett a kifutása, hogy Döbrentei Ildikóval és Levente Péterrel szövetkeztem. Ugye ők már akkor pár évvel ezelőtt csináltak közös műsort a Kalákával is, és aztán így hárman nagyon jól egymásra találtunk, és én lettem a zenei felelős mindenes ebben a hármas szövetségben.
csináltunk mindenféle gyerekszínházi előadásokat, rádiót, televíziót, mindent, és ez tartott 15 éven keresztül. Hát ennek volt a legismertebb része, ugye az Égből pottyant mesék. Hát emellett nem akartam elmenni, hogy én nekem ez egy hihetetlen fordulat. Éppen megfelelő arra, hogy a hangya oldra szálljon, szánkba cukorkák repüljenek, a varázslat valóságá váljon. Hát elég régen játszottam utoljára. Hát abszolút valóságá vált a varázslat, mert én ezen nőttem föl, és azt gondolom, ez én korosztályom volt mindenki. Igen, hát ez igen. Akkor gondolom, hogy azért egy ikonikus és meghatározó mérföldkő volt az életemben. Abból a szempontból is, hogy egy nagyon-nagyon jól kitalált, és azt gondolom, hogy nagyon jól megvalósított dolog volt, amit 6 éven keresztül folyamatosan csináltunk. És nyilván azért is, mert nagyon sokan innen jegyeztek meg engem, tehát az én mondjuk így ismertségem, vagy ezért részben, mert amikor az ember a Kalákait játszik, akkor tudja, igen, ott játszik, vagy bármi más, de itt ugye ezt én mindig azt mondtam, hogy de hogy is, ezt mindenki tudta. De hogy is. És akkor jöttek a dalos könyvek, és egyszer csak a te számaid, vagy a ti számaitok iskolákba is bekerültek. Igen. Ez 91-ben kezdődött, ez a rendszerváltással vált lehetővé. Hogy lesz valaki tananyag? Hát olyan dalokat ír, amik valakik mások megítélése szerint arra alkalmasak, vagy jók, hogy a gyerekek ezen üljenek fel. Én persze ezt tudatosan csinálom. Mi alapján válogatsz? Hát először költők verseit. Hát ez is egy lassú folyamat volt, ugye, amíg a Péterékkel dolgoztunk együtt, sokszor Ildikó adott olyan verset, hogy ez kéne ide-oda, vagy amoda, és a színházi előadásainknak pedig az egy fontos eleme volt, hogy mindig volt benne egy olyan dal, ami könnyen énekelhető, gyorsan megtanulható, és természetesen értelme is van a darab szempontjából, meg egyébként is egy olyan szöveg, ami szerethető. És akkor kezdtem nagyon tudatosan elgondolni, hogy mitől olyan egy dal, hogy ilyen legyen. És mitől olyan egy dal? Hát van egyfajta viszonylag egyszerű ritmikája, van egy viszonylag, mondjuk egy oktáv, de inkább egy kvintre vagy egy szextre korlátozható, vagy hat hangra, vagy öt vagy hat hangra korlátozható hangterjedelme, van egy olyan hangmagasság, ami a gyerekek átlagának a leginkább megfelel, van egy olyan szövege, ami a gyerekekhez szól, de ugyanakkor nem bugyuta, szerethető, értékes. Hát általában 3-tól 10-ig, most már lehet inkább 9-ig, lehet egy kicsit szűkül és lefelé, meg szűkül. Most már 2-től 9-et kéne mondani talán. És mi a fontos még? Hát az, hogy a zenei ritmikája, tehát a szövegnek a ritmikája és a zene ritmusa az úgy essen egybe, hogy teljesen természetesen lehessen a magyar hangsúlyozásnak megfelelően énekelni, és lehetőleg még a dallama is legyen a magyar zenei anyagnak megfelelő. Szóval körülbelül ezek a most, hát hogyha már kérdezted, akkor elmondtam, a folyamatot, ezek de a szempontok, amik alapján én dalokat írok általában. Ezek a szempontok voltak akkor gondolom a legújabb lemezednél is, a dalok reggeltől estignél is. Igen, bár ott azért nem ennyire, mert ott nem én írtam a szövegeket, azok Tóth Krisztina versei, ő írta meg az egészet, hogy mit csinál egy gyerek reggeltől estig, hát ugye fel kell, aztán fogat mos, aztán öltözködik, aztán megy játszani, utazik, stb. Végén este meg nem tudom, lezuhanyozik, meg elalszik. És ehhez kellettek szövegek. Na most én, mivel szövegcentrikus vagyok, nem tudok ráhúzni egy szövegre egy pentaton, és nem tudom milyen dalt, hogyha az nem olyan, hanem azt kívánja, vagy ez most fogat most itt pentatonba kéne, ugye ez sem biztos. Tehát ebben vannak ilyenek is olyanok is. Hogyha megnézed mondjuk a 2-es dalos könyvet, vagy a biciklizősben is, sok olyan dal van, ami kimondottan valamiféle didaktikus, erős pedagógiai megfontolások vagyok, és ezek kerültek bele aztán az iskolai, meg hát az óvodai tankönyvekbe, még ugye Forrai Katalin mindjárt az elején az első dalos könyvből 8-at beválogatott az ének az óvodában, és akkor onnantól kezdve indult ez a fajta karrierje is a daloknak. Ezeket a dalokat beválogatod-e a Hunyadi téri összeállításba? Ugye jössz most június 22-én ide a 6. kerületben. Feltétlenül. Nem szoktam előre
tervet csinál, ha csak nem kérik, hogy na most a biciklizős legyen, vagy na most a tudom én melyik legyen, akkor oda megyek, aztán ahogy ott a legjobbnak tűnik. De ha nem kérnek semmit, csak felállsz, és ahogy jön az ihlet? Vagy? Jó, hát vannak vágányaim természetesen, de ezektől szívesen eltérek, már csak azért is, hogy nem szeretek beleragadni, hogy na ezután mindig azt szoktam játszani, és közben azt szoktam mondani, hogy szóval direkt néha azt mondom, hogy most ezt játszom, és akkor mit mondjak, gondolom közben, és akkor valamit mondok, és ha jó, akkor azt is így marad egy darabig. Befolyásol a közönség? Persze, feltétlenül meg is szoktam kérdezni, hogy na most akkor mi jön, és akkor mindjárt valaki felfotos, azt mondja, sárga, fekete. Jó, tudom, de ezen kívül néha nagyon meglepő dolgokat tudnak mondani, és én ezeket nagyon szeretem kielégíteni, ezeket a kérdéseket, és akkor megint csak egy új vágányt, vagy új irányt kap a műsor, és máshogy megy tovább, mint ahogy egyébként. 10 órakor kezdődik a koncert, körülbelül meddig leszel te színpadon, és hát, mire általában egy órás programokat szoktam adni, hogy most itt a rendezők mit kérnek, lehet, hogy csak 3-4 óra lesz, ez végülis nem tőlem függ, én mindig ajánlok egy órát, aztán ahogy az idő engedi, úgy muzsikálok. Hát mindjárt fogunk megint muzsikálni, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Grillus Vilmosnak a beszélgetést, feltétlenül tartsanak akkor tehát Grillus Vilmossal június 22-én itt a Hunyadi téri zenepavilonban 10 órási kezdéssel ad koncertet, ez alkalommal is ingyenes lesz, szuper jó nyári idő, és ilyen klassz slágerek, hallgassunk bele, viszontlátásra! Akkor még a biciklizés lemezről eljátszom neked azt, hogy milyen volt, amikor elénk kanyarodott egy traktor, és azt énekeltük, kérdezte a lányom, hogy hova megy a traktor, miért zötyörög? Hova megy a traktor, miért zötyörög? Szántani indul a szántóföldre, eke van rajta, az zötyörög. Szántani indul a szántóföldre, eke van rajta, az zötyörög. No de miért pöfög úgy, és miért tübörög? Miért pöfög úgy, és miért tübörög? Dolgozik benne az óriás motor, és fordul az ég szív, az tübörög. Dolgozik benne az óriás motor, és fordul az ég szív.